come. It's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fills my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Stop this conversation. We got no relation. Hello, üdvözlök mindenkit hatalmas szeretettel, és most jó a streamlabzem is, csak én vagyok egy kicsit áttetsző. Hát most ezzel nem tudok mit tenni most. Túl jók a fényeim. Ja, nagyon jók a fényeim most. Most úgy viszonylag normális a fényvilágom. Üdvözlök mindenkit hatalmas szeretettel. Tökéletes. Nem is lesz, csak szólok, mert tökéletes nincsen. Mi lesz ma? Mindjárt kiderül. Mindjárt megtudjátok. Mi a terv mára, csak magamnak rakok ide egy telefont is látható helyre, de ahogy néván jó lesz az nekem, mivel játszunk, jaj, tényleg tudom, mivel fogunk játszani. Ilyen tényleg nem volt még nálam, és olyan meg pláne nem, hogy a mai stream fölkerül Twitchre.
Nem, YouTube-ra. Értsétek jól, mindig azt akarom mondani, amit akarok mondani, csak aztán nem az jön ki a számon. De még mielőtt bármibe bele fogunk kezdeni, azelőtt engedjétek meg, hogy még egyszer megmutassam nektek. Ugyanis aki esetleg a tegnapi streamben nem volt itt, igen, tegnapi streamből van szó. Aki esetleg a tegnapi streamben nem volt itt, annak is szeretném elmondani, hogy a mai streamet már élő közvetítés után föltöltöm YouTube-ra is. YouTube-on is végig tudjátok majd nézni. Ahogy szeretnétek, ahogy jó nektek. YouTube-on folyamatosan elérhető lesz, amennyiben nem gondol egyet és talál valami tartalmat, ami nem odavaló. Így. Vágjunk is bele.
Na, bazd meg, nem beszéltem. Na, szóval üdvözlök mindenkit közben a hatalmas szeretettel. Ismételten csak bakisztam egyet. Satisfactory-val fogunk játszani. Új játékot indítunk, csak hogy veletek is végigjátsszuk az új játékot. De még mielőtt nagyon belekezdenénk. Kortyolok egy kis teljes kávét. Átírjunk gyorsan a játékot. Jó, a Twitch-en még egy kicsit más képe van a Satisfactory-nak, mint ami gyakorlatilag. Új játékot kezdünk. Az új játékunk során van lehetőségünk 4 spawn pointot választani. Azért azt mondom, hogy 4 spawn pointot, mert nem 4 különböző map, hanem az egész játék egy mapon játszódik. Csak annyi a különbség, hogy 4 különböző nehézségi szinten tudsz kezdeni. Mivel nem akarom magamat teljesen nagy mértékben megfogni, és YouTube kompatibilisen megfogalmazni akarom, de nem akarok, nem akarom nagyon megszívni, ezért nem a legnehezebb pálya részen fogom kezdeni. Az lenne a legjobb igazából építkezés szempontjából, mert hogy mit is kell csinálni a játékban? Gyárat kell építeni. Olyan, mint a Factorio, csak 3D-ben, és egy kicsivel jobb, szerintem. Úgyhogy mi lényegében, én most azon gondolkozom, hogy én ezen a Rocky Deserten fogok kezdeni. Ezen a Rocky Deserten fogok kezdeni, nem a teljesen könnyebb pálya részen. Miért is? Nagyon szeretem az egész játékot, imádom, még mindig nagy kedvencem ez a játék, csak továbbra is korai hozzáférésben van. Ezért, hogy jobban tudjunk haladni streamben is, és majd esetleg, hogyha szükséges, akkor lesznek ilyen rövidebb videók, összefoglaló videók is. Ezért, hogy jobban tudjunk kezdeni, ezért én elfogom lényegében nem a legkönnyebb pálya, spam ponton fogom elkezdeni. Miért van ez? Miért? Ennek az a legfontosabb oka, hogy ne akarjak teljes mértékben túl könnyűen játszani. Mert lehetne erre a Dune Desertre is menni, csak akkor meg tudjátok, miről szólna a játék? Megfogom, és akkor itt hagyom a gépet. Hadd játszom. Nem szeretném, hogy ezt lássátok. Úgyhogy a Rocky Desert az egy olyan pálya rész, ahol úgy megvan a könnyítése ehhez képest. Tehát ehhez képest megvan a könnyítése, viszont ehhez képest már nehezebb. Lehetne ezt a Northern Forestet? Nem tetszik nekem. Nem tetszik ez a bajom lényegében, amiben játszódik. Ez nem az a pohár. Jó, tehát Rocky Desert, és sorozat. Jelenleg ez lesz a neve. És hogy, mivel teljes bemutatót játszunk, ezért én elindítom
Az intróját is. Nagyon gyűlölni fogom. De most szeretném, hogy lássátok, hogy hogy indul a teljes játék. Tehát lényegében bemutatom a játékot. Ezen felül, mivel ez a stream maga kikerül Twitchre és YouTube-ra is, mindig összekeverem a kettőt, tehát kikerül YouTube-ra is. Ja, most ebben a pillanatban nyomtam rá egy rögzítést is, hogy ha úgy van, akkor egy gyorsított felvételben is fölkerül majd a stream hang nélkül. Tehát egy ilyen timelapse felvétel is készül róla. És akkor fussunk is neki. Már indítjuk is a játékot. De szeretem. És akkor most várunk, hogy betöltődjön. Általában egész gyorsan betöltődött. Várható lesz, hogy elindítjuk a Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit Pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Welcome to Planet Massage 2 AB. All important Fixit data and tudjátok, ezt végig kell csinálni a bevezetőt. Note.
ezt bevágjuk a kezünkbe, így ne. Diócskáim. Szóval itt vagyunk és játszunk is, most már elindítottuk végre. Megyünk az első... Csináljuk az tutoriált igazából. Ezt semmi szükségem nem lenne a tutoriára. Mert én már... mekkora lett. Ez nem volt ekkora. Tweet. Szeretem ezt a work in progress dolgot. Jó. Most a hubot azt olyan helyre akarom építeni, ahol valószínűleg nem lesz marhára útban. Tökéletes lesz. Jó. Congratulations. You have unlocked hub feature manual craft bench. Hub feature hub terminal. Fifth objective. Complete hub upgrade. Így, ne. Ugyebár itt az elején lényegében 90%-ban mindent kézzel fogunk gyártani. Úgy, ne, meg is jött a... Jó. Itt. Ugyebár az van, úgy néz ki, hogy van itt tier... Hét vagy nyolc? Három, négy, öt, hat, hét, nyolc, igen. Nyolc tier van. És lényegében mi történik? Ugye már az elsőben portable minert, az inventory slotot és a workshopot kapod meg, hogyha megcsinálod. Itt már egy kicsivel többet kapunk. Kapunk kemencét, lényegében kábeleket, koppert. Szkennelhető koppert is. Vezetéket, mi egymást. Ki kell választani, és akkor ide kell bejönni, hogy 20 meg 20 rudat és 10 lapot kell csinálni. És akkor itt van nálam éppen. Akkor itt kézben kiégetem a vasat. Jobb oldalt fent látjátok, hogy mit kell csinálni. Kell nekünk 10 lap, és ahhoz, hogy 20 rudat tudjunk csinálni, el kell mennünk bányászni. És ezeket a gombokat mindig elfelejtem, hogy mi micsoda.
Ugyebár van most már port, ezért lerakható bányagépünk. Nem. Ja, mert hogy az Craftbenchben készíthető. Az 3 root kell. És akkor... hogy lesz? Itt lesz az a... nem. Itt lesz hátul az akkor ide. Szerintem lerakhatom ezt. Ha nem, akkor meg majd felveszem és kész. Mert most felveszem. Mert nem ezt akartam, hanem az equipment work. Egy 10-es skálán szerintetek mennyire ölném meg most az Unreal Engine-t? Beadta a szolgálatot. Nem baj, újraindítjuk. Folytatjuk tovább, mint hogy mi se történt volna. Ezt már megcsináltam egyszer. Csak becrashelt az Unreal Engine. Mert hogy azon az alapon fut. Most egy párat így lecraftolunk. Kibányászunk lényegében. Jó, és akkor megfogjuk, és megépítjük a hudot. Hubot. Habot. Jó, és akkor ide jövünk. És lecraftoljuk. Most igen, a streamnek az eleje, az a, mármint az első pár stream az ebből fog állni, ennek a sorozatnak, ennek a játéknak a sorozatából. Lényegében kézben csinálunk mindent, és mindenki beleszól mindenbe. Mert vannak ilyen work in progress dolgok. Most kell az, hogy megfogom. Kell 6 lapot csinálni. Inventory, additional slots, hub feature, personal storage.
És riktig most viszket a tenyerem. Ah, pont 6 lap. Így ne, ezt ide kirakjuk. A portable miner kell, ahhoz meg kell. Iron plate. Amiből csinálunk egy párat. Csak hogy lássátok, hogy mi miért kell. És akkor ez lényegében ez egy ilyen sandboxos jellegű játék. Kicsit ilyen építgetős, technikai. Kettőt megcsinálok. És akkor ezt megfogom, ide vágom a kezem, ide rakom a kezembe. És akkor ezt ide lecsapjuk. Ezt mindjárt megnézzük itt az egyiknél, ennél például. Ami lényegében kinyílik. Így. És akkor elkezd itt nekem fúrni. És ekkor jön az, hogy de visszajövünk. És ez már termel lényegében kifelé. Ez az alapja mindennek. Kell nekünk hozzá 20 rúd. Meg 8 lap. És akkor grab all. Itt hagyjuk dolgozni. Mindjárt felveszem azt a value belt. Artifactet, azt ott. És akkor már is megvagyunk a 10 lappal. És akkor ezt is kiabüredeltük. Így lényegében megépült ez a rész itt. Ez a első legfontosabb rész most nekünk. Jó. Folytatjuk tovább. Ehhez már rész is fog kelleni, és nekem most kezd el görcsölni a lábam valamiért. Jó, itt is ugyanez lesz a feladat, csak annyi különbséggel, hogy még csinálunk egy kis bányagépet, párat. Spread chaos and mayhem.
csinálunk két közét. Miner. Ugyebár a fölösleget célszerű lepakolni. És lehet szortírozni is. És akkor azt mondjuk neki, hogy V. És coppert mutassál, hol van. Arra van. 150 méterre, tehát... Mint azt láthattátok, lényegében ezeket a... elemeket, mondhatjuk így is, őrzik. Ott is van egy olyan, meg ott is van egy olyan. Gyere! Még mert bármi is történne, így a kezünkbe veszik, ledobjuk, bányássza. Hát és lehet, hogy közvetlen ide rakom mellé a másikat is, dolgozzon. És akkor ebből áll, hogy most már várjuk, hogy ez dolgozzik eleget. Amúgy tényleg nagyon szép a játék. És... nekem el kell indítanom a háttérben, hogy jön már megy. És akkor dolgozzanak. Még pár dolgot itt gyorsan összerakok magamnak. Connector sound muted. Senki sehol, úgyhogy már le is léptünk. Jó, célszerű így néha egy-egy mentést csinálni. És akkor ez mindjárt meg is áll. Látni fogjátok. Így, meg is áll. Mert megtelt lényegében száz férrel benne. Felvesszük, és újra is indul. És ha már itt vagyunk, akkor ezt is megfogjuk, és felvesszük. Így visszafelé jövök. Meg ezt is. Jó, és azt mondja, hogy kijelöljük, hogy mi kell nekünk. Így, né? Kell nekünk még 8 darab rúra, és 12 darab lap. A 20 darab lap megvan, és akkor még 8 darab rudat még összerakunk. Oké, és kell nekünk 20 darab wire, ami kézben kiégetjük a ércet.
meg préseljük, meg mi egymást, és akkor ebből lesz a vezeték, vagy trót, vagy micsoda. És akkor ezt már upgrade-eljük. És akkor... Már csak egy frissítés maradt. Jó. Itt kaptuk meg amúgy a háromban a égetett dologból hirtelen átalakítót, vagy már magát a craft első részét. Tehát az egy elemből egy másik elem craftolót, a vezetékeket, betont, csavarokat, ezt, nem tudom fejből, és hogy lényegében limestone-t tudunk hozni. És akkor lehetne akár... De most nem, mert hogy én... Kicsit az egyszerű megoldást fogom választani. Ugyanis. Ezt hívják úgy, hogy Unreal Engine Crash. Úgyhogy azt hiszem ezen... Úgyhogy ezennel... Mivel másodjára fordult elő 50 perc alatt, ez sajnos mára ennyi, ez a játék. Ha esetleg valami ötletetek van, hogy mit szeretnétek látni, vagy hogy kipróbáljunk, azt most lehet akár közölni. Tájékoztatni vele engem. Én valószínűleg most én ezt a streamet le fogom... Akartam mondani, hogy le fogom lőni, de nem biztos. Jó, tehát én így másodjára, harmadjára ma nem futok neki, úgyhogy ezért szíves elnézésteket szeretném kérni, hogy ilyen rövidre sikeredett sajnos ez a játék. Második rész után valahogy nincs túl sok kedve az embernek újra megpróbálni, menni, játszani valameddig, majd aztán újra crash. Úgyhogy crash hátán, így túl sok kedve nincs hozzá, amire lehet számítani. Meg fogom nézni, hogy a jövőben, de meg fogom nézni ezt a játékot, hogy mi lehet az oka. Ez sajnos most nem az igazi, úgy látom. Úgyhogy ami még megnézzünk valamit, hogy mit tudunk esetleg. Igazából tudnánk játszani, tudnánk folytatni és megépíteni talán vonatot a tegnapi játékban, a Stoneworks-ben. Azt tudnánk, meg... Hát most éppen a több nincsen, mert le kéne tölteni a többit.
Úgyhogy... GTA-zni meg most nincs kedvem, ne haragudjatok. Úgyhogy szíves elnézéseteket szeretném kérni ezért a rövid streamért. Sajnos az, amit ki akartam játszani, amit játszottunk eddig, az nem jött össze. Két darab crash okozta vesztünket. De ne búsuljatok. Lent a leírásban, aki Twitch-en nézi majd vissza, annak itt lesz lent a leírásban a Discordom, aki meg majd YouTube-on, annak is ott lesz majd a leírásban a Discordom csatornája. A két csatorna között lesz egy-egy link, hogy a másikra mutasson rá. Mindkettőre legyetek kedvesek, iratkozzatok föl. És Discordomon megtalálható a várható menetrend. Holnap valószínűleg holnap pihenő napot tartunk. Igen. Most ránéztem, hogy milyen napom van. Holnap pihenő napot tartunk. Sajnos estig dolgozom. Estig dolgozom. Pénteken viszont, ha jól emlékszem, GTA-t jelöltem ki. Méghozzá megyünk roleplayezni. Így van, megyünk föl Mystic városába. Illetve szombat-vasárnap. A szombat-vasárnap az kérdéses. Ugyanis itthon leszek. De hogy kifejezetten lesz-e terv, vagy közös játék lesz-e valakivel, vagy nem. Lesz közös játék. De az is lehet, hogy beszervezek néhány ismerősömet, és elmegyünk, megpróbálunk elmenni Chico-ra, Rocket League-re, na mindegy, arra. Ez a két játék várható. Ugyanúgy várható lesz stream után, de ezért lenne célszerű, hogyha fönn lennétek a Discordon, így legalább látjátok, hogy mikor van stream. Vagy vissza tudjátok nézni, mert ott utána lehet linkek alapján követni. Jó? Nektek legyen szép estétek, és további kellemes jó éjszakát kívánok mindenkinek. Én meg elmegyek és filmet nézek. Vagy beszélgetek, és megpróbálom lebeszélni a hétvégét, hogy legyen azért valami játék.